Lascia lì, c'è del fogliato a farlo vedere. Ezreket vonz évről évre a Szegedi Tiszaparton a nemzetközi motorcsónak verseny. Az emberek érdeklődéssel és élvezettel figyelik a versenyhajók száguldását. A versenyzők között találjuk Ribizsár Mihályt, a válogatott egyik tagját. Ő beszél a versenyzésről, őt figyeli a kamera. Valóban a szegedi verseny nagyon rangos verseny. Nagyon érdekes, élvezetes küzdelmeket lehet látni itt, és ismerik külföldön is, nagyon sokan eljönnek Olaszországból, NSK-ból, a legtöbben onnan jönnek, Svájcból, Ausztriából, a környező szocialista országokból, Csehszlovákiából, Bulgáriából, itt vannak a vendégából, és mindezek alapján egy nagyon szép, látványos sportot kap Szeged minden évben augusztusban. Jó magamról szólva, hogyan is kerültem kapcsolatba a versenyzéssel. Még annak idején, 1960-ban, ipari tanuló koromban, egy Fekete István nevű maszegy kisiparosnál voltam, mint tanuló, és ő többek között azzal is foglalkozott, hogy motorcsónakokhoz motorokat készített. Általában, mivel más nem volt, kiselejtezett motorbicikli motorok voltak az alapanyagok, ebből készült azután a csónakmotor. Amikor elkészült egy, akkor kimentünk a Tiszára kipróbálni, és ekkor megfogadtam hatőri faszakat, én magam is csinálok egyet. És el is készült egy Pannoniából az első gyártmányom, ami olyan jó sikerült, hogy ezzel később indultam a szocialista országok kupáján, Csehszlovákiában, és hát rögtön az első helyezést értem el. Persze meg kell mondani, hogy a mostani motorom, hát az messze áll ettől, ez a mostani motor egy König motor, van vagy 70 lóerős, rendkívül jól megy. Legutóbb például a országos csúcsot tartottam vele, mégpedig 150 km/h átlagsebességgel. Na de visszatérve a versenyekre. Hát a verseny rajta kezdődik, mégpedig azzal, hogy elindul-e a motor, vagy nem indul el. Többnyire ezek a motorok a szerelői nagyon jó karba tartják, remekül indulnak, kiindulnak a versenyekre, illetve fölállunk a rajthoz. Ez azt jelenti, hogy 5 perccel előtte elindulhatunk, és utána várjuk a szóra a másodperc mutatóját. Az utolsó perc van, azután készülődünk, és valamennyien sorbálva próbálunk átmenni egyszerre, legalábbis legtöbben minél nagyobb sebességgel a célstartnál. Amikor a rakéta fölrepül, akkor valóban ott tolunk mindenki a rajtnál. Ekkor nekivág a mezőny. Általában rajtnál kétféle rajt van. Van egy gyors rajt, és van egy lassú rajt. Hát a lassú rajtól az Isten óvja meg mindenkit, mert akkor egy tömegben van mindenki, és ez már az első fordulónál rendkívül rossz. De a gyors rajtnál szétszóródik a mezőny, és ekkor aránylag jobban tudunk helyezkedni, jobban meg tudjuk tartani a helyünket. A jó rajt az egy fél győzelem. A jó rajta, hogyha tudja tartani valaki magát a kanyarban, akkor már nincsen többé baj. Persze, hát nyilvánvaló legnehezebbek a kanyarok. Az egyenesben, amikor 7-8 ezerrel mennek ezek a König motorok rendkívül nagy sebességgel, nagy fordulattal, hát akkor megyünk olyan 140-nel. Kanyarnál nyilvánvaló le kell lassítanunk, és a kanyarok azok ilyen szempontból nagyon veszélyesek, de ott lehet előzni is leginkább. Mert akinek egyforma motorja van, ott a kanyarbeli tehetség az dönt. Amikor odaérkezünk a kanyarhoz, aki belül van, annak van előnye. Aki kívül van, annak kell előnyt adni. Ez érthető, mert aki belül van, az van szorultabb helyzetben. A bójának nem szabad neki menni, a másikkal pedig nem szabad összeakadni. Általában itt a bójánál van a legtöbb baleset is. Összeakadás, törés, azon kívül borulás, ez mind itt fordul elő, mert itt van a tolongás. Van aztán más veszély is.
Például a nagy vízfüggönytől, amit a kanyarodó hajók adnak, néha nem látni az előttem lévő versenyzőt, és egy-egy gyorsabb hajó ilyenkor valamikor beleszalad a lassabban fordulóba. Ez is nagyon nagy baleset veszély, többnyire minden versenyen van valamilyen formájú baleset, volt még halálos baleset is. A versenyeknél az egyenesekben a rendkívül nagy sebességgel való szágoldás során az a hajó retteltesen ráz, ez is még kellemetlen dolog. Na aztán leselkednek más veszélyek is, különösen áradáskor a Tiszán, meg más folyón is, úszkálnak mindenféle padarabok, pörmelékek, víz alatti rönkök. A legutóbbi versenyen például ez történt velem, a rajt előtt éppen, amikor már szágoldottunk a rakétalövésre, akkor akadtam föl egy víz alatti farönkön, leszakadt a motorom, és az, hogy ezen a versenyen, az utolsó versenyen nem tudtam elindulni, ez az országos bajnokságomba került. Ez már negyedszer fordul elő, hogy az utolsó versenyen kellett volna megtennem a magamét, hogy országos bajnok legyen, és pont a legutolsó esetben úszott el az országos bajnoki helyezetten, így azt lehet mondani, hogy majdnem én vagyok az örökös második az országban. Ettől függetlenül mégis minden egyes verseny után megfogadom, ha tőlük haszakad valamilyen formában, csak nagyobb eredményt elérek és kirukkolok még jobb eredménnyel. Külföldre is sok meghívást kapok, ismernek külföldön is, és ott is nagyon jó, majdnem azt mondom, hogy a saját kategóriámban szinte azt mondom, hogy ott vagyok majdnem jobb, és ott tudok jobb eredményeket elérni. Ez a motorcsónak versenyzés az életemet jelenti, ez kitörött emléket élet bennem.